Nem ritka az ilyen jelenet Medjingben, gyakran szűri az autósokat a rendőrség, sokszor kimondottan az ittasan vagy bódultan volán mögé ülőket pásztázzák. Nem csoda, hiszen még mindig sokan, sőt egyre többen vannak az utakon. 2012 óta radikálisan 6 év alatt több mint a duplájára nőtt a számuk. Aki így ragadt kormányt, nem csak maga, hanem mások életét is veszélyezteti. Ez egy felelőtlen magatartás. Ugye a KRESZ az alapvető rendelkezéseiben leírja, hogy nem csak magunkért vagyunk felelősek, hanem a közlekedésben más részvevőjéért is felelősek vagyunk. Tehát aki volánhoz ül, ittasan, ő nem csak magát veszélyezteti, hanem akit megelőz, aki szembe jön vele, aki elé kanyarodik. Beszélhetünk itt számadatokról. Én azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy ittas vezető is nagyon-nagyon sok, hogyha ő szembe jön velünk és esetleg szabálytalankodik. Idehaza 2008-ban vezették be az úgynevezett zéró toleranciát, tehát ha a közúti ellenőrzés során az alkohol szonda akár a legkisebb mértékben is jelez, komoly akár 100 000-es büntetést is kap a sofőr, még akkor is, ha nem okozott balesetet. Rosszabb esetben pedig a jogosítványt is bukhatja a járművezető. A szondáztatásra pedig minden ellenőrzéskor számítani kell, ha megállít a rendőr. Már a kerékpárosoknál nincsenek ilyen konkrét előírások, őket is lekapcsolhatják. Azt tanácsoljuk, hogy aki kerékpárra ül, az sem nagyon fogyasszon alkoholt. Ugye a KRESZ azt írja elő, vagyis a szabályok azt írják elő, hogy aki biztonságosan a jármű vezetésére képes állapotban van, az ugye még kerékpározhat. Ez ugye egyénenként eltérő, mindenki saját belátása szerint ülhet kerékpárra, viszont hogyha őt is ellenőrzik, és ez látszólag ugye a jármű biztonságos vezetésére képtelen állapotban van, tehát imbolyog, térben és időben tájékozatlan, vele szemben is eljárást indítanak. Ami jó hír, hogy a statisztikák szerint legalább az ittasan okozott balesetek száma csökkent az elmúlt években, de a megyéket tekintve Szabolcs még mindig hátul kullog a sorban.